Az országos egészségügyi jelentések ugyan sokszor tartalmaztak adatokat influenza-szerű megbetegedésekről, de azt pontosan nem lehet megállapítani, hogy ezek valóban influenzát jelentenek, így a járvány megfogalmazás is megkérdőjelezhető. Ettől függetlenül tény, hogy az előző év utolsó hetében és az azt követő hetekben nagyon sokan fordultak orvoshoz hasonló tünetekkel. Hőemelkedéssel vagy kisebb lázzal, orrfolyással, ízületi fájdalmakkal és fejfájással, esetenként ezekhez kapcsolódó gyomorfájással és általános gyengeséggel. A mostanában jelentkező vírusok a tapasztalatok szerint elsősorban a fiatalabb, aktív életet élő embereket támadják, vélhetően azért, mert ők töltenek több időt közösségben, illetve a tömegközlekedési eszközökön, és így könnyebben megfertőződnek, illetve a gyerekek is könnyebben terjesztik a vírusokat. Az egyik hegyvidéki házi orvost kérdeztük a tapasztalatokról. Alapvetően itt is a felső légúti infekciókból van több. Én azt gondolom, hogy most ezen a héten, múlt héten már kevesebb volt, mint mondjuk január elején. Talán egy kicsit csillapodott ez a járvány, már ha lehet járványnak nevezni, de az biztos, hogy a új évben karácsony után rengeteg felső légúti infekcióval kerestek fel minket. Ezek zömében vírusos infekciók, 98%-ban azt mondanám, hogy nem kellett antibiotikumot alkalmazni, nagyon kevés bakteriális felülfertőződést láttunk itt, úgyhogy alapvetően ezek tüneti kezeléssel szépen, de nagyon lassan gyógyultak, az volt az idei évi tapasztalat. Én saját bőrömön is tapasztaltam, hogy 3-4 hétig tartott egy-egy ilyen felső légúti infekció. A korábban megszokottnál hosszabb ideig tartó légúti betegségeknél sok esetben nem lehet pontosan tudni, hogy azokat melyik vírusok okozzák, de a házi orvos szerint nincs is jelentősége, mert nem csak a tünetek hasonlóak, hanem a tüneti kezelés is. Lázcsillapítás, ugye ez a legfontosabb, rengeteg folyadék. Ha éppen az orra dugul, akkor valamilyen orrsprét érdemes, torokfájásra valami szopogatós tabletta, nagy isten, ha nagyon fáj, akkor gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító. Tehát ezek a recept nélkül kapható gyógyszerek általában teljesen elegek szoktak lenni. Azt nem szabad várni, hogy mindenki 2-3 nap alatt akar meggyógyulni. Ez nagyon szép lenne, de ilyen általában nincs. Sajnos az orvos sem tud csodát tenni, nincs olyan gyógyszer a vírusokra, amivel 2-3 nap alatt meggyógyítaná az ember a beteget. Szóval itt türelem kell, és szépen otthon kúrálgatni magát mindenkinek. Ám azokban az esetekben, ha napokig tartó, csillapíthatatlan láza van valakinek, megnagyobbodnak a nyirokcsomói, fullad, nehezen vesz levegőt, illetve egyre erősebb torokfájással küzd, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Nagyon fontos, hogy a mostanában sokaknál előforduló rossz gyakorlatot ne kövessék, vagyis orvosi vélemény nélkül ne vegyenek be antibiotikumot. Hát ilyet sosem szabad, de hogy otthon lévő antibiotikumot bekapkodni. Alapvetően nem is szabadna, hogy otthon legyen bárkinek antibiotikumja, hiszen ez egy orvosi rendelvényre felírható gyógyszer. Ezt mindig az orvos dönti el, hogy mikor és hogy kell szedni, és meddig. És az a baj, az ember, ha beteg, akkor nem úgy gondolkozik, meg szeretne gyógyulni, és úgy is be fogja venni egy vírusfertőzésre is, mert azt hiszi, hogy ezzel jót tesz, de nem tesz jót. Ezzel ugye csak a rezisztens baktériumoknak a számát növeli, az immunrendszerét gyengíti, tehát effektíve még lassabban is fog kigyógyulni abból a vírusfertőzésből. Tehát ezt senkinek nem javaslom, ez egy óriási hiba, ami ellen alapvetően küzd az orvostársadalom, de nagyon nehéz ezt kiölni az emberekből, hogy ne így gondolkozzanak. A házi orvosok egyébként azt javasolják a légúti betegségben szenvedőknek, hogy végezzenek önvizsgálatot, vagy például küldjenek egy mobiltelefonnal is elkészíthető képet, például a torkuk állapotáról, és ezeket a felvételeket látva az orvosok pontos diagnózist tudnak felállítani, anélkül, hogy a pácienseknek a rendelőbe kellene menniük.